A Parisian Amulató, ami ma az új színház épülete a Paulay Ede utcában, a Rózsavölgyi Ház, a híres Rózsavölgyi Ház a Martinelli téren, és ezek a jellegzetes téglahomlokzatok itt a Rákóczi úton, illetve a Vas utcában. A szél ma is megtalált bennünket, de ez nem lesz akadálya, hogy megismerkedjünk Lajta Béla egyik leghíresebb épületével. Ezeknek tehát a tervezője Lajta Béla volt, aki 102 éve egy bécsi elmegyógyintézetben halt meg, mi pedig a Vas utcában vagyunk, a Palota negyedben, mert itt áll a talán leghíresebb épület, ez a 110 éves iskola épület, a valahai Széchenyi felsőkereskedelmi fiúiskola, ami mai Széchenyi, csak éppen kereskedelmi technikum. Amikor gimnazista koromban először láttam, akkor egy komor német birodalmi épületnek tűnt, és nyilván ezt a hétköznapi járókerül nem rakja össze a fejében, de mégis nehezen felejthető ez a monumentalitás. Lajta Béla a magyar modern építészet egyik előfutára volt, a szakmabeliek egyik titkos kedvence. Tehát nagyjából 1908 körül járunk Bárci István polgármester nagy iskolaépítő programjának az első ciklusában, és ekkor kapott megbízást a 35 éves Lajta Béla, hogy a 8. kerületi szűk Vas utcában egy 4 emeletes iskolapalotát tervezzen, ahol korábban egy kis óvoda épület állt, 1912. szeptemberében kezdődhetett meg az oktatás. A főbejárat fölött latinul az unásig ismert közmondás, nem az iskolának, az életnek tanulunk. Kérdés ki és mikor fogadja majd ezt meg? Lajta Béla 1873-ban született zsidó családban. A műegyetemen kitüntetéssel végzett, aztán a kor szokásainak megfelelően tapasztalatokat gyűjteni, beutazta Nyugat-Európát és még Marokkóba is eljutott. Itthon viszont népi díszítő formákat gyűjtött. Pályájának első szakasza a szecesszió jegyében és Lechner ödönbűvöletében telt, aztán egyre karakteresebb lett a saját stílusa, amivel végül a hazai modernizmus előfutárává vált. A fiam itt bérelt lakást, meg ugye az SFE foglalás utcájában vagyunk, szóval a Vas utca egy szűk józsefvárosi utca, amit ez a tömb a tégla tömegével és a heroikus arányaival szinte szétfeszít. Lajtára jellemző, hogy a korai modernizmus mellett népi díszítő motívumokat használ, itt például stilizált virág és galamb motívumokat, de a funkcióhoz kapcsolódó 20. századi szimbólumokat is, mozdonyt, léghajót. Ezek egyszerre jelennek meg, és hirdetik a kereskedelem nemzeti mivoltát, illetve nemzetközi jellegét. A homlokzaton, a külső homlokzaton és belül a korlátokon, illetve a könyvtár bejáratával szemben pedig a baglyok utalnak az épület iskolai funkciójára. A földszinti aulából nyílik a tornaterem, ami egyben a díszterem is, és ilyen azért elég kevés van már a városban. Itt az emléktábláról rögtön lehet tudni, hogy 1912-ben innen indult a magyar kosárlabda sport. Akkor állítólag még nem palánkokon, hanem kifüggesztve voltak a kosarak. És ami még itt nagyon jellegzetes, természetesen a mennyezet díszítésein túl a türkisz színű zsoldnai kerámiák, amik mindenhol szépen le vannak kerekítve, egyrészt, hogy ne legyen balesetveszélyes, másrészt pedig, hogy jobban lehet tisztítani. Az igazgatói és a tanári szoba bútorai is máig használatban vannak, ahogy itt a legfelső szinten lévő könyvtárban is ezek a furcsa ferdeasztalok és az összes bútor a különleges lépcsővel és a szekrényekkel. Egyébként ez a könyvtár arról is híres, hogy mivel Szerb Antal itt több mint másfél évtizeden keresztül tanított, itt szerkesztette a világirodalom történetét és a magyar irodalom történet kötetét is. De Lajta nem csak az épületet tervezte meg, az iskola igazi összművészeti alkotás. A mennyezettől, a lámpatesteken át, a kilincsig, mindent a legapró részletekig ő tervezett meg. A bejárati ajtót például alumíniumból, ami ma már nem olyan nagy szám, de 1910-ben nagyon az volt, főleg ezekkel az egyedi díszítésekkel.
életművének különleges része az a sok síremlék, ami a zsidó közösségben betöltött tisztségéből adódott. Ezek a síremlékek és mauzóleumok a salgótarjáni, illetve a Kozma utcai zsidó temetőben állnak, és utóbbiban van az ő síremléke is a Kozma utcában, amit nem más, mint volt tanítványa és munkatársa, Kozma Lajos építész tervezett. Lajta Béla fiatalon tragikus véget ért, a 10-es évektől az elméje fokozatosan megbomlott, és 1921-ben, 47 évesen egy elmegyógyintézetben halt meg Bécsben. Összesen 17 éve maradt arra, hogy összehozza a magyar építészettörténet egyik legemlékezetesebb életművét.